Államűsorral ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a helyi Magyar-Finn Baráti Társaság szeptember 14-én. A programnak a Művelődési Központ Színház terme adott otthont. A szervezők célja a helyi művészeti együttesek és a böszörményi kötődésű előadó művészek, valamint a település iskoláskorú tanulóinak bevonásával a lokálpatrióta mentalitás erősítése volt. Varga Antal, a baráti kör elnöke köszöntőjében elmondta, a szervezetet egy főként pedagógusokból álló baráti kör alapította még 1993-ban. Jóna Béláné, Szilágyi Margit és Balogh Lászlóné szervezték a megalakulást, és Lázár Imre, akkori polgármestert kérték fel az elnöki tisztségre. Tevékeny alapítók voltak még Dombi Zsuzsa, Dombi Mária és a Szitovszki házaspár is. A rákövetkező évben jegyezték be a közösséget hivatalosan, mint egyesületet. Ennek immár 30 esztendeje. A következő években csatlakoztak a pedagógus kórus tagjai közül többen is, és közéleti személyiségek is a társasághoz. Jelenleg összesen 37 tagjuk és 12 pártolójuk van. 1998 óta pedig egyesületként tevékenykednek. Nagyon kedves tanárom, tanárnéném, illetve később barátom és mondhatni pótanyám volt, Jóna Béláné, Mari néni, aki engem sok-sok meséje, sok-sok története, kapcsolatokról való elemzései, Finnországról, áradozásai, engem is belevonva a ugye, kreatív szakmát űzvén rá tudtam segíteni a társaság tevékenységére többféleképpen. Így óhatatlan volt, hogy először megérintett a dolog, hát utána pedig magával ragadott a lelkülete ennek az egész népek közötti barátságnak. Egy picit ugye olyan formális dolognak hangzik ez a játék, valamikor én is annak láttam, annak éreztem ilyen, kicsit ilyen szociál, magamutogatós dolognak, és amiután először kint jártam én is ott családi környezetben, az ottani programok közepette igazán részesévé lehettem, azóta. Anti, most tulajdonképp úgy is fogalmaztál, hogy egy finn hetet tartunk itt Hajdúböszörményben. Mi jellemzi részben az ide érkező vendégeket, részben pedig a programokat? Hát az ide érkező vendégek például ma 12-en vannak, bár nem egyszerre érkeztek és nem is egyszerre mennek el, de ami most érdekes az összetételükben, hogy itt van a mondhatni alapító tagok egyike az elnök úr, Pekka Jocenoja, társa Veza Pölki, régi nagy zenész, rengetegszer megjárta a Böszörményt, egyáltalán Magyarországot. Csatlakozott a színjelviekhez, és most először vendégként hozzánk is a kópiói, tehát a szomszéd megyeszékhely város volt elnöknője. Ők Győrrel tartották a kapcsolatot, voltak testvérvárosok, de mint idehaza is sok társaság azért szűnt meg, ott is. Most itt van körünkben. De ami érdekes és újszerű, hogy teljesen új, eddig a téma által nem érintett házaspárok is ketten itt vannak közöttünk, és hát tanulják a magyar valóságot. Milyen élményeket kínál számokra, számotokra, közös élményekre gondolok itt elsősorban Hajdúböszörmény? Hát olyan programokat állítottunk össze, ami egy kis keresztmetszetet próbál adni a kultúránkból, mint ahogy mi is ezt szoktuk kapni náluk. Legutóbb például evangélikus úrvacsorán vehettünk részt, amit most mi holnap délelőtt viszonzunk azzal, hogy a Kálvin téri gyülekezetben fognak bennünket fogadni. Köszöntik a vendégeinket a szószékről, és egy kis közösségi rendezvény keretében tájékoztatást kapunk, és megismerkedhetnek a hajdúböszörményi ember
lelki életével egy picit. Később fogunk még más gyülekezeti házba is, ha csak egy kávézás erejéig is elmenni. De lesz néprajzi indítatási programunk egy délutánt a tájházak udvarán, a sütési bemutatóval, hagyományőrzési sütési bemutatóval, kakaspörkölt főzéssel fogunk tölteni, és reményeink szerint Gencsi Zoli barátunk pedig néprajzi, tőlük tudjuk, tartalmas előadást fog számunkra adni, és filmet is fogunk vetíteni. Lesz egy nagy debreceni napunk, ahol nyilván Déri Múzeumban megyünk, a város nézzük, meg az új Csokonai Színházat, a Tímárházat, amire időnk lesz. Illetve sajnos, hogy megváltozva az időjárás alapvetően, amikor ezt még terveztük, akkor a Szahara jellegét vette föl itt Kelet-Magyarország, de most kockázatos, például a holnap délutáni programunk, a Holt-Tisza ágat szeretnénk csónakokkal megközelítve megszemlélni. Hasonlókat szoktunk ott is kapni, ugye tudjuk, ott ezerszer több ilyen élményt nyújtó adottság van. Na, nagyjából ilyen programokból áll össze. Ők szeretik egyébként az ünnepi aktusokat, szituációkat is. Legutóbb 7 éve volt ilyen, amikor a városnapján itt tartózkodtak. Nem mertem ajánlani, hogy a ünnepi testületi ülésre a templomba menjünk be. Maguktól bementek, helyet foglaltak, és úgy jöttek ki, hogy remek volt, nagyszerű volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól. Ma fürdőben voltak délelőtt. Essen szó egy kicsit itt is a szervezési munkákról, illetve magáról a rajzpályázatról, illetve a gálátokról. A rajzpályázatot azt ugye a tavasszal hirdettük meg. Kedves barátunk Freisingerné Bodnár Judittal, aki egyébként debreceni illetőségű, és azért tud könnyen eljönni hozzánk, mert hetente, két hetente itthon van Debrecenben, és tartja itt a komoly baráti és családi kapcsolatokat. Ő a Magyar Finn Társaságnak titkára, alelnöke is volt, a Kalevala körnek vezetőségi tagja, alapító tagja. Talán a legnagyobb térítője ennek az ügynek az országban, de határon túl is. Végre összetudtuk vele hozni, hogy egy gyerekeknek szóló előadásunk is lehessen. És meg lett a hatása, mert 160 alkotás született belőle, és igen szépek, neves zsűri értékelte, válogatta, és öröm volt itt ezt a, nem tudom megbecsülni, de legalább ilyen 60-80 kis közönséget szülőkkel, tanárokkal, főleg gyerekekkel látni, élvezni, és hát próbáltunk viszonozni az örömökből, Finnországból hozott csecsebecsékkel, kedvességekkel, édességekkel honoráltuk az alkotói hozzáállást. A mai nap, én azt gondolom, a gálaműsor egy nagyon különleges gálaműsor, amit megszerveztetek. Hát ugye a 30. évfordulónk tiszteletére mindenképpen szerettük volna a lokál patriotizmus talajáról együtt összerakni a város művészeti együtteseivel, illetve egyéniségeivel azt, hogy a város közönségének egy maradandó délutánt adhassunk, és egy kicsit magunkról beszélhessünk, erről a 30 évről. Bár én nem készülök komolyabb történeti előadással és egyebekkel, én jobban szeretem az élményszerű információ közlést, átadást, de reménykedem, hogy egy sikeres est lesz Bocskai Néptánc Együttes kezdetével, berobbanásával, és a budapesti Kalevala kórus zárásával. Ugye itt a lényeg, hogy ők a finn zene letéteményesei Magyarországon, és ráadásul vezetőjük Katonáni Malmos Editke barátunk, a nagyszülei révén, hajdúböszörményi származású, ugyanis Malmos tanítónéni és tanítóbácsi kántor tanítók voltak itt. Biztosan sokan-sokan emlékezhettek még rájuk. Jézus magára!
A baráti társaság vendége volt az elmúlt napokban Pekka Jót Szenoja is, a Szilinyjärvi Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke, akit a gálaműsor előtt kérdeztünk. Én tulajdonképpen már nem is akartam jönni, hiszen az éveim száma már azt mondják, hogy jobb, hogyha csöndben maradok, meg az utazás egy kicsit nehézkessé. Nehéz, egy állandóan nehezedik nekem, nehézkesebbé válik, de aztán mikor jött ez a meghívás, akkor nem tudtam ellenállni, és nekem el kellett jönni Hajdúböszörménybe. Az 1970-es évek végén a Hajdúböszörményi Bocskai Táncegyüttes nálunk Szilinyjärviben járt, és utána Szilinyjärvi táncosok, művészek is jártak Hajdúböszörményben, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha egy baráti kapcsolatot is alakítanánk. Ezt követően mi jellemezte ezt a kapcsolatot? Mennyire volt mozgalmas? Először még nem a Hajdúböszörményi város volt kapcsolatban, hanem a megyével, Hajdúbihar megyével. Igen, először azon gondolkoztunk, hogy milyen kapcsolatot is kéne, mi keresztül, sportolókon keresztül, munkások, valamilyen jó szakembereken keresztül. Ezen gondolkoztunk el, hogy milyen kapcsolat, hogy is kellene a kapcsolatot létrehozni. Mint mondottam, volt először Hajdúbihar megyében gondolkoztunk, de aztán végül mégis úgy döntöttünk, hogy egy kisváros sokkal jobb lenne nekünk, és így Hajdúböszörményre esett a választásunk. 40 évvel ezelőtt történt mindez. Milyen programok azok, amelyek kifejezetten az ön számára sokat jelenthetnek itt Hajdúböszörményben? Az emberek kedvessége, szeretete, figyelmessége, egyáltalán az emberek lelke, az fog meg engem mindig. Nagyon sokat utaztam Szibériától Alaszkáig, de mikor Budapesten leszáll a gép, akkor már mindig csodálatos, és mindig otthon érzem magam, és jövök nagyon szívesen. Az emberek miatt, az emberek lelke miatt. Szilágyi Margit alapító tagja a baráti körnek, a szervezet keletkezésének történetére szívesen gondol vissza. 70-es évek eleje volt, egy kolléganő meghívására mentem Finnországba, és láttam, hogy nem testvérvárosi kapcsolat működik Finnországban, hanem baráti társaság. És amikor hazajöttem, akkor néhány pedagógussal összefogtunk, és megszerveztük. A főszervező Balogné Rozi, Jóna Béláné, Balla Zoli, Szitovszki házaspár és én. Mi jellemezte ezt a kulturális kapcsolatot? Egyáltalán milyen élményeket szereztek a finn testvérvároson? Nagyon sok szép élményem van, mert körülbelül 5-ször voltam. A barátnőm most a nyáron, amikor kint voltunk Finnországban, kijavított, hogy nem 30 éves barátságunk van, hanem 35. És ő egy azért kiváló barátnőm, azon kívül, hogy imádom, mert mindig, minden lépésben Finnországról beszél. Néprajzról, a tájról, imádja a természetet. Margó néni életéhez mit is adott ez a közösség? A finn társaságban a legkellemesebb, hogy annyira megértőek a harsány magyarokkal, mert mindig mondják, hogy mi magyarok olyan elevenek vagyunk, és szeretik, ha találkozunk, mert ők köztudott mindig azt szokták mondani, hogy a halak, a levők. De ezen kívül a természet imádatuk, ami megragadott. Most nyáron például elmesélte, hogy erdősítést, ez új projekt szerint valósították meg, a vörösfenyő erdősítést. Csodálatos. Milyen szívvel érkezett most erre az ünnepi alkalomra Margó néni? Nagyon nagy érdeklődéssel jöttem, és csak a kedves barátaim vannak itt. Örvendek. A finn delegációt a fordítási, tolmácsolási szerepben Jobb Árpádné segítette az itt töltött napok alatt, aki évek óta ekképp is támogatja a helyi szervezetet. Ezt a kapcsolatot az jelenti, én Debrecenben lakom ugyan,
de Hajdúböszörmény nagyon közel van, és megismertem a Hajdúböszörményi Magyar Filmbaráti Társaságnak a tagjai, vezetőjét, tagjait, és nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és mindig szívesen jövök ide segíteni, tolmácsolni főleg, és segíteni, csak ennyit tudok mondani. Roppant aktív, tulajdonképpen ez a néhány nap, én azt gondolom, amit itt töltenek a finn vendégek. Mit is jelent, hogyan is jellemezni őket? Lehet, hogy kényelmesebb, mint a magyar pörgés, de azok az emberek, akik ide jönnek Magyarországra, és ide jönnek Hajdúböszörményben, rögtön átveszik a pörgést, és rögtön minden programon részt vesznek, mindig kérdeznek, mindenütt ott akarnak lenni, és ez nekem személy szerint nagyon könnyű, mert akkor nagyon sokkal könnyebb tolmácsolni, hogyha érdeklődők vannak, hogyha nem érdekli az embereket sok minden, ami itt történik, akkor nagyon nehéz. De ebben az esetben fantasztikus jó. Egy kicsit essen szó arról is, az ön kapcsolatával ilyenkor. Én azt gondolom, hogy azért elmélyülő barátságokról is szó lehet az ön esetében, az ön életében. Természetesen elmélyülő barátságokról is van szó, hisz én 7 évvel ezelőtt ismertem meg a böszörményieket is, és a szilinyerviéket is, és azóta voltam a böszörményiekkel szilinyerviben, és teljes baráti kapcsolat engem is jellemez, tehát személyes kapcsolataim is vannak, nem csak hivatalos, úgynevezett baráti társasági kapcsolat. A program további részében helyi művészeti csoportokat is láthatott a nagy érdemű.